Szeretettel üdvözlöm az itt jelenlévőket, és a mai témám az online robotika az irodában. Először is szeretnék bemutatkozni, mert biztosan vannak olyanok, akik nem ismernek. Liszkai Anikónak hívnak, 9 éve dolgozok óvodapedagógusként, munkahelyem ez a hosszú nevű, Orosháza Városi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvodája, Könd utcai telephely. Tanulmányaimat színesítettem a tehetségfejlesztő és a sajátos nevelési igényű gyermeket pedagógusra szakvizsgákkal, illetve folyamatosan képzel magam, és rólam még fontos tudni, hogy hatalmas hálával tölt el, hogy 2020 tavaszán az IKT Mindsurvey kutatócsoport tagjának választottak, akik azzal foglalkoznak, hogy különböző IKT eszközöket próbálnak ki az oktatási gyakorlatban, és így most már ez az óvodától a felső oktatásig terjed ki, hiszen többféle szakember található meg ebben a csoportban, és ez is színesíti a munkámat, ugye én is innen is kapok ötleteket, tehát ez nagyon jól működő csoport. Az eredményeimről röviden hát két pályázatot emelnék ki. A Rábek lett kiadónak volt egy olyan pályázata, hogy robotépítő verseny, itt országos első helyezést értem el az óvodai csoportommal, illetve pedig a tavalyi év decemberében hirdették meg a Legyél te az év digitális Da Vinci tanára, ahol videópályázaton lehetett pályázni. Itt harmadik helyezett lettem, és külön díjban is részesültem az Edison óvodai bevezetése című videóprojektemmel. Számomra nagyon fontos a tudásmegosztás. Harmadik évre foglalkozom kiemelten a kisgyermekkori robotika kódolás óvodai alkalmazási lehetőségeivel. Több helyen publikáltam cikkeket, fejleszthetem társfejlesztőként e-learning tananyagot, és részt vettem különböző konferenciákon előadóként, illetve tehetség szaktanácsadások keretében is a helyiek, vagy hát igen, a közvetlen környezetben lévők hallgathattak meg, hogy inkább egy Békés megye térségéből így fogalmazni. Amiről most beszélni fogok, ez maga az óvodai robotika, amiről általánosságban azért annyit szeretnék elmondani, hogy én azért szeretem, mert végtelen lehetőséget rejt magában, hiszen bármely műveltségtartalommal integrálható, és ezáltal komplex módon használható univerzális módszer. A csoportomban mindig is voltak sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek küzdő gyermekek, ezért is folyamatosan képeztem magam, hogy számukra is megtaláljam a legmodernebb és a legjobb módszereket. Esetemben ezt a robotika alkalmazása hozta el, hiszen nem csak az egyéni képességek fejlődhettek, de a személyiségük fejlesztésére is kiválóan alkalmas a robotika, illetve hogyha nem csak egyéni feladatokat kapnak, hanem páros vagy kis csoportokban megvalósítandót, akkor pedig nagyon jól segíti az egymás elfogadását, tehát hogy valóban meg tudjon valósulni a csoporton belül az ő integrációjuk is. Természetesen a gyerekek mindig is szívesen játszanak a robotokkal. Ezt elmondhatom, hogy bármikor robotokkal foglalkozunk, még soha nem volt olyan, hogy ne szerettek volna azzal játszani, és a kedvükért akár egy figyelemzavarral küzdő kisgyermek is tud tartósan koncentrálni. Viszont a spektrum másik végén elhelyezkednek a tehetséges gyerekek, velük is külön foglalkozó, mert számukra kidolgoztam egy robotika tehetségműhely 30 órás programot, ahol hetente egyszer vehetnek részt ezeken a foglalkozásokon, ami külön csak nekik van szervezve, és itt elsősorban természettudományos területekre épülő témákkal foglalkozó, tehát ilyenek, mint a földrajz, biológia, fizika, mondjuk például a mágnesességgel is foglalkozunk. Azért tartom ezt fontosnak, mert óvodában ezekkel a tartalmakkal csak nagyon érintőlegesen vagy távlatokból találkoznak, viszont nagyon szeretnek ők is ezekkel foglalkozni, ugyanúgy, ahogy én, és ezen kívül még a környezetvédő szemléletmódot emelném ki, ami a tehetségműhelyre és a csoportmunkámra is jellemző. Persze sokféle robotot használok, de emellett azért nem csak azt kell gondolni, hogy pusztán robotokkal játszunk bármit is, hanem alkalmazok különböző a témákhoz kapcsolódó applikációkat, vagy akár tanulás segítő weboldalakat is megnézünk a gyermekekkel,
Például kísérleteztünk a digitális történetmeséléssel a műhelyben, így a storyboard felületét is kipróbálhatták, illetve a virtuális és kiterjesztett valóság alkalmazásával is próbálkozom óvodai szinten. Nyilván ez egyszerű formában jelenik meg, tehát olyanokra kell gondolni, hogy letöltök különböző alkalmazásokat, hogy azokhoz lévő kártyákat tudnak az alkalmazás segítségével beolvasni, mint a Real Dragon, az AnimeID, a Kyberg, és a virtuális szemüvegnél pedig az egészen legegyszerűbb virtuális szemüveggel rendelkezünk, ami úgy működik, hogy a telefonon elindítom magát az applikációt, belehelyezem a szemüvegbe, és akkor már is kiszélesedik a látószögük, mert egy egészen más digitális térbe kerülhetnek a gyerekek, és itt új élményforrásokat szerezhetnek. Ilyen például a Sea World VR, tehát ez egy ilyen tengernéző applikáció, hogy a teljesség igénye nélkül csak egyet kiragadjak, mert nyilván mindet nem tudom felsorolni, amiket használni szoktunk így az óvodában. A kisgyermekkori robotikára jellemző, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy általában a saját tapasztalatszerzésükből indul ki, hiszen nyilván életkori sajátosságuk az, hogy ő érzelmileg jobban kötődnek dolgokhoz, illetve nyilván kell, hogy legyen egy pozitív élménye, és ez már is ott rejlik a saját testében, amikor például élőtársas játékokat játszunk, ahol ők maguk a bábok gyakorolhatják így a térirányokat is, és nagyon fontos, hogy a programozást elősegítő képességeiket megalapozzuk olyan asztali játékokkal, ahol még nem kell kódolniuk, de már azokat a gondolkodási sémákat, műveleteket fejleszti a kisgyerekeknél, amit majd mondjuk egy padlórobot programozásánál alkalmazni fognak. Így itt megjelenik például a robotteknősök játék, ami a képen is látható, az algorészing, vagy maga a Scotty-Bo. Nyilván a térirányok megismerése az azért alapvető feltétele ahhoz, hogy ők bármit is tudjanak a padlórobotokon manipulálni, de amikor már ezt elkezdjük, akkor bőven van lehetőségünk válogatni abból, hogy milyen robot az, amit alkalmazunk a csoportba. Ez lehet egyszerű funkcióval rendelkező, de akár applikációval irányítható robot is. És nagyon fontos, hogy főként a probléma megoldó gondolkodásukat segíti elő magát a folyamatszabályzásnak a képességét. És még a Scotty-Bo Basic játékról szeretnénk beszélni, mert maga a Scotty-Bo Basic, ez az óvodai változata ennek a játéknak, mindenre megtanítja a kisgyermekeket, amire valóban szükségük van ahhoz, hogy később majd el tudjanak kezdeni kódolni. Végig kell egyáltalán gondolnia az egész folyamatot, hogy hogyan tud A-ból B pontba eljutni, milyen utasításokat kell neki adnia, hogy a kis Scotty-Bo egyáltalán meg tudjon mozdulni ezeken a pályákon. Nyilván, hogy az utasításoknak a logikus sorrendjét is elsajátítja, azon felül, hogy még bonyolultabb parancsokat is tud majd tanulni a kisgyerek, hiszen egyre nehezedő kihívásokat találhatunk benne, és hát a legvégén már az ismétlés is hatát, így a ciklikusság is megjelenhet magában a programban, amit a Scotty-Bo-nál használhatunk. Ehhez ez egy táblajáték, és kapcsolódik hozzá egy applikáció. Így az applikáció is hát megmutatja, hogy hogyan tudnak tovább haladni, hiszen ha egy-egy feladatot teljesítenek, akkor látni fogják a következő kihívást, és ami nagyon jó, hogy az applikáció megjelenő képet le tudja redukálni a való világba, és akkor ki tudja rakni az asztali játékra a különböző elemeket, így már magát a megfigyelési készségét is fejleszti. És az óvodai változatnak van egy iskolai folytatása, ez a Scotty-Bo. Itt már egyértelműen, hogy bonyolultabb kihívások vannak, már nem kell leredukálni a pályát, hiszen a virtuális térben már nagyon jól el tudnak boldogulni, anélkül is át tudják gondolni, hogy hányat lépjen előre, vagy hová forduljon, hogy ezt magán a táblán nagyobban látná.
És ez azért jó, mert a kisgyermekeknél, akár az óvodai iskola átmenetnél egy jó pont lehet, hogy a kisgyerek már ezt ismeri, és akkor szívesebben megy iskolába, ha mondjuk ott is találkozik ezzel. A pedagógusok számára pedig létezik egy jól kidolgozott tanári útmutató, azt szerint is lehet haladni, és így mindenki el tudja sajátítani, akkor is, hogyha valójában mondjuk nem tud programozni, tehát nem kell megijedni tőle, mert ez egy nagyon jól kidolgozott játék. És ezt mi sokszor használjuk, főként a robotika bevezetése kapcsán. És akkor elérkeztem az előadásomnak a fő részéhez. Én itt a Meet & Code kapcsán csatlakoznék ahhoz, hogy mi volt az, amit kitaláltam, hogyan találtam ki, és egyáltalán ez a pályázat miről szólt, és egész friss az élményem, mert hétfőn valósult meg ez az online foglalkozás. Itt annyit mondanék, hogy a robotok beszerzése, ugye óvodák esetében is egy nagyon sarkalatos kérdés, hiszen jól oda kell figyelnünk a pályázati lehetőségekre ahhoz, hogy az eszköztárunkat bővíteni tudjuk, és ebben nagyon nagy segítségünkre van maga ez a Meet & Code pályázat. Előzetes tapasztalatom már volt ezzel kapcsolatban, hiszen társpartnerként már egy helyi iskolával együttműködve az előző nevelési évben is részt vettünk magán az eseményen, de nyilván itt még nem pályáztam, hanem csak kíváncsi voltam és kipróbálhattam, hogy milyen maga ez az esemény, de idén először úgy gondoltam, hogy az óvoda saját alapítványával is megpróbálok pályázni, ami sikeresnek nyilvánult. Bár ebben az évben nem volt annyira könnyű dolgom, hiszen csak online foglalkozásokat lehetett benyújtani. A témánk maga az Ózon világnapja, ami a rendezvény Code for the Planet kategóriájához tartozik, vagyis összekapcsoljuk a programozást a bolygóért való cselekvéssel, a környezettudatos szemléletmód megalapozásával. Az óvodások játékos formában szerezhetnek tapasztalatokat a klímaváltozásról, és magáról az ózonrétegnek a szerepéről. Segíthetnek a kihívások teljesítésével a fenntartható környezetnek a megteremtésében. Felvetődik azonban az a kérdés, hogy óvodás korú gyermekek körében hogyan lehet mindezt megvalósítani, vagyis az online foglalkozást óvodában hogyan is tudjuk értelmezni. Hát nyilván egyértelmű, hogy a kisgyerekek életkorukból adódóan még nem alkalmasak arra, hogy mondjuk egy webináriumon részt vegyenek és úgy beszélgessünk el velük, hanem a szülők bevonására volt szükségem, hiszen nélkülük az óvodás korosztály még írni, olvasni sem képes, ezért nyilván olyan feladatokat kellett kitalálnom, ahol a szülő és a gyermek együttesen tudott jól együttműködni, és így otthon is szívesen szakítottak időt a kódolásra. Ebben is volt már egy nagyon jó előzetes tapasztalatom, ez szintén a Scotigóhoz kapcsolódó játék, a Scotigó Dojo. A gyerekek már jól ismerték a Scotigó Basic társas játékot, és tavasszal a tehetségműhelyben folyó munkának a pandémia sajnos hagyományos formában véget vetett. Ekkor azonban adódott egy remek lehetőség, hogy a Scotigó Dojo-t bevezethettem, amelyet meg is tettem, hiszen a regisztrációt követően ingyenesen használhatták a pedagógusok elég hosszú ideig ezt a felületet, tehát több hónapon át lehetett ingyenesen tesztelni. Így gyorsan belevetettem magamat, hogy megismerkedjek ezzel a platformmal, a benne rejlő lehetőségekkel. Így gyorsan kitaláltam, hogy hogyan tudom folytatni a műhely munkát, milyen témák legyenek, milyen kihívásokat találjak ki. Az alkalmazáshoz ugye tartozik egy tanári felület, ahol létrehozhattam a csoportomat, a gyerekeknek generálhattam QR-kódot, így meg tudtam őket hívni, és maguk a szülők pedig az applikációval ehhez tudtak csatlakozni. Nyilván e-mailben kiküldtem nekik ezt, és akkor így azért viszonylag gördülékenyen összeállt ez a csoportmunka. Itt azonban nem volt lehetőség arra, hogy egymással ezen a platformon tudjunk kommunikálni, csak az eredményeiket láthattam, ezért ezt én kiegészítettem egy Facebook zárt csoporttal, ami lehetett volna más is, de mivel a szülők
leginkább a Facebookot ismerik, ezért ez volt a kézenfekvő megoldás, ahol le tudtam írni az egyes játékokat részletesen, segítséget is tudtam adni nekik, aki igényelte, és nyilván hetente megjelenő kihívásokat töltöttem fel, és amikor idejük engedte, ők ezt megoldották, majd egy hét elteltével feltöltöttem a kihívások megoldásait is, így ellenőrizni is tudták magukat. Illetve volt olyan, hogy csak instrukciókat adtam, és a szülők maguk találhattak ki pályákat. Erre azért volt lehetőségük, mert ez egy nagyon jó felület, amit az óvodában is jól tudunk használni, és nyílt végű kreatív feladatok létrehozására alkalmas. Ezért nem úgy van, hogy az applikációban megjelennek a különböző pályák, hanem mi magunk hozhatjuk létre a pályaelemeket, vagy attól függően, hogy éppen mi az, amivel meg szeretnénk ismertetni a kisgyerekeket. És hát részletesebben az Aknai Dóra Orsolyának van egy saját oldala, ahol a Dóri lehetőséget adott nekem, hogy ő publikálhassak, és itt jelent meg ez a cikk, ami a linken is látható, illetve bárkinek bármilyen kérdése van, akkor ajánlom a pedagógusok figyelmébe is ezt az oldalt, mert itt nagyon sok érdekes és hasznos és folyamatosan frissülő információval találkozhatnak. Amint már említettem, maga a témánk az az ózon világnapja volt, tehát több ilyen pozitív előzményem is volt, és ezért tudtam, hogy az online foglalkozás sikeressége az abból adódik, hogyha én tudatosan átgondolom, jól megtervezem és kidolgozom a feladatokat. Mert így a szülők is szívesen részt vettek már tavasszal is, hétről hétre a különböző kihívásokon. A téma választásom magára az Ózon világ napjára esett, hiszen a Code Week-hez képest, igaz, hogy az Ózon világ napja szeptember 16, de talán még aktuálisnak mondható ez a téma. Az óvodás korosztály nem igazán szokott ezzel foglalkozni, legalábbis én még nem igazán hallottam róla. Noha kétség kívül ez egy nagyon fontos téma, mert minden embert érint, vagyis tudnak és érdemes is róla tanulniuk. Számomra kiemelten fontos cél, amint már korábban említettem, a környezetvédő szemléletmód megalapozása, és hogy a természettudományokat közelebb hozhassam a gyermekekhez, illetve ezen kívül veszőparipán még a fenntarthatóság kérdése. Sokszor készítünk környezettudatos újrahasznosított játékokat, sokszor foglalkozunk ilyen témákkal, például akár a megújuló energiaforrásokkal is. És kiemelten fontosnak tartom a saját élményi tanulást, hogy saját megfigyeléseket végezhessenek a gyermekek, vagy akár kísérletekben vehessenek részt, mert így szerintem sokkal mélyebb tudáshoz juthatnak, mintha csak én egy-két mondatban elmondanám nekik, hogy mi az az ózon réteg, hiszen jobban is megérzi, és könnyebben is felidézi, és sokkal inkább magáinak érzi ezt a tudást. A dián még elhelyeztem ezt az Ózon világnapjának a logóját, amit én magam készítettem. Ezen kívül nagyon fontos kérdés, hogy milyen robotokat is tudtam bevonni az online eseményre. Ugye először kiválasztottam magát a témát, majd elgondolkodtam azon, hogy hogyan tudnak robotozni a gyerekek otthon. Mert tudom, hogy nálunk nagyon szeretik a robotokat, és minden kisgyereknek azért egy-két robot otthon is megtalálható. De nyilván online eseménynél azért nem lehet azt megvalósítani, hogy az óvodában megszokott, kézzel tapintható közelségben lévő robotok ott legyenek, hiszen annyi család számára nem is tudtam volna annyi robotot kiosztani. Így elsősorban azokra a robotokra gondoltam, amelyekhez van valamilyen letölthető applikáció, amit tudunk így online használni, vagy valamilyen formában kapcsolódhatnak hozzá weboldalak, webes felületek, amelyek még az óvodában mondjuk nincsenek, tehát hogy milyen robotokkal szeretném bővíteni a robot készletemet, ez is nagyon fontos szempont volt a robot választásnál, és hogy mi az, aminek valóban nagy hasznát tudnám venni így a mindennapi nevelő fejlesztő munka során. Ezen kívül pedig azon gondolkoztam még el, hogy milyen típusú robotok is legyenek. Ebből a szempontból figyelembe kell vennem, hogy évek óta vegyes csoportban dolgozom, kis-középső, nagy csoportos gyermekek is megtalálhatóak a csoportban, ezért ugye a több korosztály igényeit is
szem előtt kell tartanom. Magának az eseménynek a leírását is szeretném közzétenni, hogy mégse csak ilyen távlatokból közelítsük meg ezt, hanem hogy konkrétan ez hogyan is zajlott, miután megtaláltam a témát, a megfelelő robotokat, amiket használni szeretnék. Nyilván volt egy előzetes tevékenység, tehát a szülők körében, akik részt vettek ezen, meghirdettem, hogy készítsenek növénygyűjteményt, préseléssel, rajzolással, fotókollázzal, bárhogy, ahogyan kedvük van. Az volt a célom, hogy végezzenek megfigyeléseket a természetben, nézzék meg, hogy milyen hasznos növények vannak, mi az, ami őket körülveszi a saját lakókörnyezetükben, és hogy egy kicsit informálódhassanak, akár magáról az évszakról is, beszélgessenek a szülőkkel, hogy miért lehetnek fontosak a növények. Hogy izgalmassá tegyem az eseményt, először is egy nagy motivációra volt szükség a kezdeményezéshez, ezért kitaláltam egy keretmesét, amit most ismertetnék is. Az emberek felelőtlenül éltek, nem törődtek a körülöttük élő állat és növényvilággal, egyre több gyárat építettek, egyre több mindent vettek meg, és végül a föld belebetegedett. Szép kis ruhája az ózonréteg kiukat, és a nap egyre jobban csak betűzött rajta. A földön egyre melegebb lett, a levegő egyre rosszabbá vált, és már mindenki nagyon szenvedett az egyre forróbb és szárazabbá váló környezettől. Ekkor jött egy óvodás szuperhős, aki szembenézve minden akadállyal segített, hogy a föld ruháján eltűnjön a folt. Járt végig az útját, old meg az összes kihívást, jutalmul tudj meg minél többet az ózonrétegről, hogy te is földvédelmező, igazi bátor szuperhős lehess. Miután a keretmesére sor került, én készítettem számukra egy kísérletet, amit megtekinthettek videón, de mivel ez a kísérlet nagyon egyszerű, és szinte minden eszköz szerintem megtalálható az összes háztartásban, ezért maguk is kipróbálhatnák otthon, mert teljesen veszélytelen is. Egyszerűen elkészíthették a saját ózonrétegüket úgy, hogy mondjuk egy befűtés üvegbe, vagy bármilyen üvegbe borotva habot fújtak, a borotva habra próbáltak önteni ételfestéket, apró csillámokat, flittereket vagy gombokat szórhattak a habnak a tetejére, és közben meg kellett figyelniük a víz felszínét, hogy a festéknek sem sikerült leérnie oda, illetve nyilván ezek az apró dolgok is a borotva habnak a felszínén maradtak, és akkor ebből láthatták, hogy az ózonréteg is ugyanígy képes megvédeni a földet. Ezután létrehoztam számukra 5 kihívást, és minden kihívás sikeres teljesítését követően egy-egy jutalom videót kaptak. A kihívások végén pedig a videóban látott és hallott ismeretekről egy kahott kvízben adhattak számot az esemény résztvevői, majd az esemény zárásaként minden család egy digitális oklevelet vehetett át. De hogy milyen kihívásokat is lehet kitalálni az óvodában, nyilván az első az a hernyó és robot, vagy rovarvilág, bocsánat, ez a kódpillár hernyó robothoz kapcsolódik. Ehhez kértem, hogy töltsék le az applikációt, és az applikáció elindítását követően az első erkét pályát kellett teljesíteniük, közben beszélgetni a szülőkkel, hogy mire jók a bogarak, a méhek, nekik milyen szerepük van itt a földön. Az applikáció alkalmazása során elmélyülhetnek a térirányokról szerzett ismereteik, de tovább is haladhattak, ha volt hozzá kedvük, és volt hozzá kedvük, szóval ezt végig kijátszották, erről be is számoltak nekem. Ezen kívül pedig találkozhattak az angol nyelvvel, így akár az auditív találkozást is elősegíthette náluk. Nyilván még nem kellett érteniük feltétlenül, hogy mit mond, de ez mégis így egy jó idegen nyelvi lehetőség is. Így ebben a kihívásban maga a nevezzük a Szebik nevén hernyó robot szerepelt, amelyről később még részletesebben is fogok beszélni. Ezt követte a növénytermesztés, vagyis a BeeBot emulátornak, aminek szintén a linkjét elhelyeztem itt ezen a dián. Itt kiválasztottam a Country Roadmap nevű pályát, ahol az emberek számára hasznos növényeket kellett összegyűjteniük a gyerekeknek,
megmondaniuk, hogy ezeket mire használjuk, és onnan tudták, hogy mely növényeket gyűjtsék össze, hogy különböző találós kérdéseket tettem fel, így maga a napraforgó, a kukorica és az alma volt, amit meg kellett találniuk. Nyilván ezt a felületet okos eszközön vagy webben is meg tudták nyitni, ahol megjelent digitálisan maga a kis robot, programozni tudták, ez a képernyő bal oldalán, fölötte kiválasztották az általam megadott pályát, és amikor beprogramozták a kis robotot, akkor, mint igazából is a Go gombra kattintva, végig járja a képernyő jobb oldalán, és így le is tudták magukat ellenőrizni, hogy jól gondolkodtak-e, hogy mely útvonalon kell haladni. Ezt követte a vizeink kihívás, ahol a Scotty Go Dojo-t használva találtam ki egy feladványt, itt választhattak a gyerekek, vagy a fát kellett aktivizálniuk, hogy a kis Scotty Go át tudjon kelni a folyó, mert tudjuk, hogy a Scotty Go szegény nem szereti a vizet, ezért neki szüksége van egy hídra ahhoz, hogy ne sérüljön meg és tovább tudjon haladni, vagy pedig segítségül lehetett hívni a kis barátait, a húdokat, és akkor így a húdok használatával kellett átjutatni Scotty Go-t a vizen. És ezért így találkozhattak a vízi élővilággal is, illetve hát nyilván feleleveníthették a tavasszal szerzett ismereteiket. Ezt követte a vadvilág, ez egy képrejtvény volt, itt több növényt is elhelyeztem, a növényeknek a fényképét, és ezt meg kellett határozniuk a PlantNet nevű applikációval. Itt egyszerűen az applikációt elindítva vagy fotózhatnak, vagy az okos eszköznek válogathatnak a rajta lévő képei közül. Itt ők nyilván esetemben beolvasták azt a képet, amit én közzétettem számukra. Itt igyekeztem, hogy jellegzetes az óvoda környékén megtalálható növények legyenek, illetve olyan növények, amik az őszre jellemzőek, mint az őszi kikerics és az őszi rózsa, és ezen kívül még a gesztenyét kellett megtalálniuk. Ez az applikáció, ez a PlantNet, ez azért nagyon jó, mert ez egy digitális növényhatározó. Aki használt már könyvalapú növényhatározót, az tudja, hogy sokkal hosszadalmasabb, mire az ember megfigyeli a levél erezetét, a levélnek a széleit, hogy a szeldát osztott, vagy mégis milyen alakú. Tehát azért az egy hosszadalmasabb folyamat, itt pedig ugye az internet segítségével azonnal kapunk információt, megjelenik a növény latin neve, és itt van módunk tovább kattintani, és akkor a Wikipédiára irányít át minket, ahol konkrétan az adott növényről azonnal tudunk olvasni, ha mondjuk egy erdei kirándulást teszünk, meglátunk egy szép növényt, tehát ez a gyakorlati életben is akár a szülők számára is hasznos applikációnak nevezhetjük. Ezt követte maga a föld kihívás. Ez egy kreatív, vizuális kihívás volt, ahol előre kiküldött recept alapján megkértem a szülőket, hogy készítsenek földgyurmát. Nyilván itt is az újrahasznosítás, ami megjelenik, hiszen a földgyurmának az egyetlen újrahasznosított eleme maga a kávézat, de ennek az előnye, hogy lényegében két csésze lisztet, fél csésze kávézatot, egy csésze sót, egy teáskanál borkősavat, egy csésze forró vizet és két evőkanál olajat kell összekeverni. Ez ugye nem tart sokáig, és már is azonnal tud a kisgyermek gyurmázni. Én megkértem őket, hogy gyurmázzanak valamit, amihez kedvük van, vagy magát, a földbolygót, valamilyen növényt vagy állatot, amit láttak itt az esemény során, és ami nagyon tetszett nekik. Hogyha elkészültek ezek az általuk kitalált figurák vagy formák, akkor pedig hozzák létre a mi világunk robotpályát. Ez a robotpálya, ez Ozobot Bitnek kell, hogy készüljön, és hogy az ő számára megépítsék a saját világát, amit ők elképzelnek. Tehát a gyerekek akár egy erdei, egy városi, egy otthoni helyszínt is megjeleníthettek, ezért ez egy a kreativitás kibontakoztatása volt a célom, mert nem egy konkrét instrukciót adtam, hanem egy nyílt végült, hogy lehetőségük legyen kitalálni dolgokat. Ezért tetszőlegesen rajzolhattak fehér lapra egy fekete vonalat, ez lehetett folyamatos, mondjuk egy kör, valamilyen forma, de akár egy szám is, és e köré építhették fel magát a pályát, az otthon megtalálható építőkockákból is, azt szerint a téma alapján, amit ők maguknak kitaláltak. Nyilván felhívtam a szülők figyelmét arra, hogy ez a
vonal lesz fekete legyen, legalább 5 milli vastag legyen, és hogy a közvetlen környezetében ne színezzenek, ne rajzoljanak semmi mást, mert később ezeket a robotpályákat bekérem óvodai kipróbálásra, és így az eseményt tovább tudjuk folytatni az óvodai életben. Nyilván ez a kis robot, ez az ozobot, itt a fekete-fehér kontrasztnak az érzékelésére képes, és azért volt fontos ezekről az instrukciókról beszámolni a szülőknek. A kihívások sora ezzel véget ért, így láthatjuk, hogy igyekeztem komplex módon többfélét kitalálni, hogy találkozzanak robotokkal, de online felületekkel, de ugyanakkor mozogjanak is a kihívások közben, hiszen legyen lehetőségük arra, hogy építsenek, ami már a programozástól most nem mondom, hogy távol áll, de egy ilyen kiegészítő feladatnak mondanám. És a növénygyűjtemény is egy olyan, amit később be tudnak hozni az óvodába, nyilván ezzel tudunk foglalkozni, illetve hát ezáltal mindenki találhatott kedvére való kihívást. A tevékenység zárását, ezt ugye egy kahott kvízzel gondoltam ki. Egyszerűen az 5 videóhoz kapcsolódva létrehoztam 5 eldöntendő kérdést, meghirdettem egy kihívást, ugye a játék generált egy kódot, a szülő ezt a kódot beírva megadott egy felhasználó nevet, és ezt követően már is kezdődhetett a családok közti tudáspróba, amit vagy a kahoot.it címen tudtak megtenni, hogy csatlakozzanak ehhez a játékhoz, vagy akinek nincs asztali gépe, akkor a kahoothoz kapcsolódó applikáció letöltésével is ugyanúgy meg tudták ezt tenni, így a szülő és gyermek ismét közösen és családilag tudott benne részt venni. Nyilván nem volt hosszú, hiszen a kisgyermekeknek a figyelme is azért rövid terjedelmű. Ezután lezártam magát a keretmesét, hogy megmentették a földet, mindenki szuperhőssé vált. Nyilván figyeltem az eseményeket, hogy valóban sikerül-e a kihívásokat teljesíteni, tehát én feltételeztem, hogy ők ezt meg tudják csinálni. Ezért a digitális küldetés sikeres volt, és mindenki átvehette az elismerő oklevelet, és amint már említettem, a tevékenység folytatódott az óvodában, hiszen egyrészt a gyerekek élménnyel telé érkeztek, el is mesélték, hogy mit tettek, mi hogy zajlott, hogyan sikerült megoldani, egészen jó sztorik kerekedtek belőle, illetve hát nyilván a kihívásokhoz kapcsolódó robotok kipróbálására is volt lehetőség, meg a robotpályák kipróbálására is lesz lehetőség, amiket majd színkódokkal is tudunk bővíteni, de az eseményről szól, az eseményben megtalálható robotokról még azért szeretnék egy pár szóban beszélni, és akkor itt majd részletesebben beszélek a színkódról is. Hát elsőként említeném a kóda pillár, ami a legfelső képen látható. Maga ez a hernyó robot, egyszerűen programozható, áll ebből a törzsből, ahol található a feje, és ehhez kell az ízekből álló testrészeket csatlakoztatni. Maga ez adja meg a programot számukra. Az óvodai alkalmazásban elmondhatom, hogy ez egy, mivel nagyon egyszerűen programozható, és egyszerűen a kis testrészeken megtalálhatóak a nyilak, hogy előre, hátra, jobbra, balra, és csak össze kell illeszteni, ezért a kicsiknek ez egy nagyon jó ráhangoló robot lehet, ahol például mi foglalkoztunk a színek megismerése kapcsán is, ezt a robotot jól tudtuk használni. Utána a különböző irányokat ugye ők is le tudták lépni, vagy eljátszani, de ugyanakkor 2 héttel ezelőtt feldolgoztunk vele egy mesét is, ez a Lázár Ervin fába szorult hernyó története, ahol a gyerekek meghallgatták a mesét, majd felidézhették, milyen állat szerepelt benne, hogy a többiek kitalálják, mire gondolnak, annak a hangját, mozgását kellett utánozni, és akkor egy-egy részt hozzáilleszthettek a hernyóhoz, hogyha jó állat jutott eszükbe, aki valóban a mesében benne volt, így ugye anyanyelvi játékként is alkalmazott, és nyilván annyiszor elindítottuk a hernyót, ahány helyes állatos megfejtést hallgattunk, és ettől nagyon vidámmá is vált ez a tevékenység. Maga az applikáció, ami ehhez a robothoz van, ez nagyon jól alkalmazható a nagyobbak körében, hiszen jó kihívási lehetőségeket
nyújt számukra. Nyilván ezek az alkalmazások mindig segítik a digitális kompetenciának a megismerését, és ezen az eseményen a szülők is találkozhattak vele, és ezért nagyon fontos szerintem, hogy a szülőknek is segítsünk itt ebben a digitális rengetegben, hogy milyen applikációk meg weboldalak vannak, amik valóban hasznosak, mert ugye ha tagadjuk, hanem a gyerekek szoktak tartózkodni az online térben kisebb-nagyobb mértékben, és ezért jó, hogyha vannak olyan játékok, amiket megismertetünk a szülővel is, ezáltal valóban a tanulásnak egy jó szintere lehet ez az online tér, tehát hogy tud jó játékokat is látni. Nyilván vannak negatív példák is, de most ezekre azért nem szeretnék kitérni. A második robot, ami így megjelenhetett, és el is nyertük az eseményen, ez a BlueBot volt, ami applikációval is irányítható, meg nyilván a hátoldali gombjaival, és ezáltal izgalmasabbá lehet tenni a kihívást, mert a kicsik azok tudják a hátoldalán elhelyezett gombokkal irányítani, még a nagyok már az applikációról is tudják, még a hernyó robotnak nem kell egy konkrét robotpálya, hiszen ő szabadon mozog a térben, addig a BlueBotnak szükség van arra, hogy legyen egy robotpályája, amin mozogni tud. Nyilván ez egy négyzetrácsos pálya, amit én csak Matrix alapú robotpályának hívok, és hogy 15x15 cm-es négyzetrácsokból áll össze, amennyit ő előre tud lépni, ennyit tud a BeeBot, vagy a Dogmanócska robot is. Tehát azért, hogyha ezeket a méreteket veszük figyelembe, akkor több robothoz is tudunk pályákat készíteni. A pályakészítéshez még azért annyit mondanék, hogy nagyon jó gyárilag kapható pályákat is lehet hozzájuk rendelni, de nyilván mi magunk is készíthetünk, és készíthetünk papírból, ez mondjuk azért annyira óvodás korosztályban nem túl tartós, mert véletlen rátérdel, akkor ez azonnal elszakad, de nekem nagy kedvencem a textil. A textil robotpálya az nagyon jó, mert a rátérdel sincs gond, tehát egy stabil masszív felület, a robot jól tud rajta futni. Ezen kívül, hogyha ez egy pamut anyag, akkor jól tudunk rá festeni, tehát lehet egy üres ilyen négyzetrácsos pálya, ahol mondjuk építhet rá a gyerek egy állatkertet, egy város, bármi mást kérhetünk tőle. Vagy pedig lehet olyan, amire festünk valamiféle mintát, és akkor kérhetjük, hogy mondjuk a réten belül hova menjen, miket érintsen, miket járjon végig a kis robot, tehát ez így is nagyon jól tud működni. Ezen kívül pedig akár kézművészeti alkotásokat is feldolgozhatunk olyan formában, hogy mondjuk mi feldolgoztuk a Vincent van Gogh csillagos ég című festményét, ugye egy űrutazás témahét kapcsán megmutatta magát a festményt, és a gyerekek is alkothattak róla kisebb képeket, vagy pedig ha választunk egy másik témát, akkor lehetőség van például a két Hering bolondos színítő című festménye, amin egyszerű alakok helyezkednek el, akkor itt kis mikrocsoportokban készítettek több rajzot a gyerekek, miután ez elkészült, ezt összeragasztottam, rajzoltam rá a négyzetrácsos hálót, és akkor már is gyűjtögethették róla a különböző színű figurákat, így maguk a gyerekek is jobban bevonódnak, hogyha saját maguk is alkothatják ezeket a robotpályákat. Ezen kívül pedig beszéltem már az Ozobot Bitről, ami egy kis zsebrobot, tehát ő a legkisebb méretű. Neki van az alján egy szenzor, amivel képes beolvasni színkódokat és magát a vonalat. Nekünk van egy másik vonalolvasó robotunk, az Edison, amit használunk, és ezért ez a gyermekek számára már nem újdonság, hogy ez a robot tud vonalat követni, hiszen ilyennel már találkoztak. Azonban, ami más, vagy eltér az Edisontól, hogy ehhez vannak kapcsolódó színkódok, ezeket matrica formájában meg tudjuk vásárolni a gyártótól, vagy a hozzá gyárilag kapható filctollak segítségével maguk a gyerekek is kiszínezhetik. Ez a kis robot fejleszti a gyerekek finom motorikáját azért, mert rajzolásra készíteti őket, tehát kitalálhatunk hozzá egy olyan pályát, ahol mondjuk én a víz körforgásánál szaggatott vonallal jelöltem, és akkor itt hullámvonalak jelentek meg, és ezt a kisgyereknek össze kellett kötnie.
Ha összeköti, akkor már rajzol. És akinek nincs kedve, vagy egyáltalán nem szeret rajzolni, azoknál is az írásmozgás koordinációra nagyon jól motiválja őket. Illetve nyilván hát a színkód matrica az elég apró, hiszen a robot is apró, és azért, mikor a kisgyerek kiszínezi a színkódokat, akkor ott is nagyon aprólékos munkát kell végeznie, és nem hagyhat fehér részt, tehát tökéletesen, pontosan kell dolgoznia. Ehhez, amint említettem, tehát készíthetünk olyan robotpályát, ami kisebb méretű, a kisgyerek összeköti rajta a vonalat, majd végigfut rajta a robot. Lehetnek összeilleszthető kártyák, ahol megjelenik maga a vonal, és akkor mondjuk egy történet elevenedik meg, vagy egy szerialitást lát, mondjuk a növény növekedéséről, éréséről, különböző formákkal is találkozhat azt, ha összeilleszti, akkor már is végig tud rajta futni a kis robot, ha jól dolgozott, ezért ez a kirakónak lehetne a robotikai változata is ebbe a formába, illetve hatalmas nagy lapra, én készítettem nekik labirintust, és akkor itt a vízcseknek segíteni kell feljutni magáról a tóból ahhoz, hogy felhő és újra eső lehessen belőle, és hogy kivezessék ebből a labirintusból, itt megint csak meg kellett rajzolni magát a vonalat. Hát nyilván elemi szinten először csak ezzel a vonal rajzolgatással foglalkozunk, és akkor később, amikor már nagyon biztos kézzel tudnak vonalat rajzolni, akkor tudunk azért foglalkozni magukkal a színkódokkal, hogy olyan pályákat csináljunk, ahol mondjuk el kell dönteni, hogy jobbra vagy balra kanyarodjon, és akkor melyik megfelelő színkódot használná. Ezért ebben a nagyon aprócskának mondható robotban rengeteg lehetőség rejlik. Nyilván eredetileg az Ozobot Evo-t szerettem volna választani, de mivel a költségvetés talán úgy hatékonyabb volt, hogy a biteket választottam, mert a bitekből kettőt is tudtam venni, és mivel nagyon apróak, ezért nyilván egy egész csoportnak könnyebb, hogyha több ilyen kis zsebrobotja is van, tehát jobban tudjuk a mindennapi gyakorlatban használni, mint egyetlen egy darabot. Azon kívül összefoglaltam, hogy milyen online felületek és applikációk jelentek meg, tehát az online felület volt a BeBothoz kapcsolódó BeBot emulátor, ahol tudták próbálni a szülők is, így magát ezt a játékot, akkor a Kahoot, nem csak a Kahoot.it, itt, ahol csatlakozni tudhattak a játékhoz, hanem magának a Kahootnak az a felülete, ahova regisztráltam, és létrehozhattam a kérdéseket. És nyilván a Dojo, és ennek is a tanári felülete, amit szintén az itt látható linkben helyeztem el, és ugye, amint említettem, hogy ennek volt egy ingyenes próbaidőszaka, és sajnos véget ért, és így már egy fizetős applikációvá vagy alkalmazássá vált. Az applikációk közül megjelent maga a Scottigo Dojo, a Kahoot, hogyha a szülő használta, tehát az valakinél megjelent, inkább így fogalmazni, és a PlantNet, ez a virtuális növényhatározó, amiről már korábban is beszéltem. A megvalósításhoz kapcsolódtak azért nyilvánvalóan gyakorlati kérdések. Tehát úgy kezdődött az egész, hogy nekem mikor sikerült kitalálnom ezt, hogy hogyan fog lezajlani, akkor a szülőket tájékoztattam, illetve elmondtam, hogy szeretném, ha részt vennének ezen az eseményen. Készítettem nekik egy rövid PPT-t, ahol bemutattam magát a pályázatot, hogy mi ez a kódolás, hát egyáltalán hogyan is jelenik meg ez az óvodában, és a használni kívánt alkalmazásokról, meg webes felületekről is írtam egy-egy rövid terjedelmű bemutatót, így ez olyan volt, mint egy digitális gyors talpaló, ahol vagy a meglévő ismereteiket megerősítettem, vagy pedig bővíteni tudtam, és nyilván a használandó felületeket megkértem, hogy nézzék meg, töltsék le, hogy zökkenőmentesen tudjon megvalósulni ez az esemény. Egyetlen délutánt jelöltem ki magára a megvalósításra, de nem kötöttem időre, mert mindenkinek más volt az életritmusa, ezért valójában 16:30-tól aktivizálódtak a szülők, és egészen 19:30-ig tartott az esemény, hiszen ahogy ők végigjátszották, akkor mindig valaki más becsatlakozott, aki éppen hazaért a munkából, és már összeszedte a gyermekeket a szobadából, és akkor ráért már, hogy részt vegyen ezen az eseményen. Itt létrehoztam szintén egy Facebook zárcsoportot,
ahol leírtam nekik a szükséges információkat, folyamatosan tájékoztattam őket arról, hogyan alakul az esemény, ide töltöttem fel magukat, a kihívásokat, a keretmesét, a játékokat, a videókat, és így ők hozzá is tudtak szólni, amikor ezeket lejátszták, illetve hát képeket is küldtek nekem, mert nyilván itt a digitális vagy online esemény során sajnos nem láthattam, hogy a gyerekek valójában hogy örülnek ennek a játéknak, vagy éppen hogyan zajlik a lejátás, ezért nagyon jó volt, hogy én visszanézhettem az ő arcukat, láthattam, hogy mennyire boldogok. És végeredményben a segítségadás folyamatos volt, hiszen ők folyton kérdezgettek, ahogy az applikációkat töltötték. Én nem határoztam meg, hogy mikor kereshettek, bármikor kereshettek, amikor kérdésük volt, én erre mindig válaszoltam, és tehát jól tudtunk kommunikálni, én azt gondolom, és a felhasznált videókat persze, hát előre el kellett készítenem, ezt közzétettem a saját YouTube csatornámon, és innen tudtam számukra megosztani. Előre el kellett készítenem még a Kahoot részt, amit használtam, és nyilván magát az oklevelet is, amit átvehettek ugye digitálisan, azt is előre elkészítettem. A tevékenységnek az volt a tapasztalata, hogy a kitűzött céljaim azok megvalósultak, mert a Kahoot quizből láttam, hogy mennyi jó, helyes válasz született, illetve a szülők nem csak az egyes kihívásoknál, hanem aztán másnap az óvodában szóban is visszajeleztek, meg messenger üzenetek tömkelege is érkezett, hogy mennyire jól érezték magukat, megköszönték, és a nagyon nagy pozitív tapasztalatom az volt, hogy az egyes családok ehhez becsatlakoztak, így az iskolás testvérek is részt tudtak venni, illetve a nem nagycsoportos testvérek is csatlakoztak a tevékenységhez, tehát ez egy nagyon jó családi délutánnál nőtte ki magát, ahol ez a digitális esemény, ez összehozta a családot, és a szülő és a gyerek nagyon jót játszott együtt, és nagyon is jól érezték magukat, és a kihívások nem voltak túl nehezek számukra, mert mindenki végig tudta játszani. És így nekem nagy fájdalmam volt, hogy most nem tudtunk a vírus helyzet miatt más iskolákhoz csatlakozni, de így ebben a formában mégis tudtunk kapcsolódni az iskolás korosztályhoz, illetve hát a szülőknek és a gyerekeknek az igényeit is kielégítette maga ez az Ózon világnapja téma. Persze azért én levontam magamnak a következtetéseket, ugyanúgy vannak távlati céljaim, továbbra is szeretném a robotikát használni az óvodában, mert hiszen ez nekem nagyon jól bevált, nagyon szeretem alkalmazni, nagyon sokféle robotunk is van, nyilván ezen a hármon kívül azért a hétköznapokban rengeteg más robotot is használunk. Aztán a tapasztalataimat megosztottam a kollégákkal, ők is nagyon lelkesek, motiváltak lettek, tehát egyre többen robotoznak felbuzdulva ezeken a sikereken. És a továbbiakban is, hogyha lesz rá lehetőség, akkor nagyon szívesen megvalósítok ilyen online foglalkozást, és ennek a lehetőségeit is kutatom még, hogy bővítsem az ismereteimet, hogy milyen más felületeket lehetne bevonni, hiszen a robotikáról talán annyit mondhatnék, hogy a legfontosabb benne a folyamatos önképzés, hogy nem csak magát az eszközt ismerjen meg, hanem hogy milyen alkalmazások, felületek vannak, ugye ezt folyton nyomon kell követni, hogy még valóban használható, nem-e módosítottak rajta, és ami nagyon fontos, ezek a webináriumok azért jók, mert itt ötleteket tudunk szerezni, és azért mindenkinek javasolnám, hogy folyamatosan járjon nyitott szemmel, mert azok a témák, amiket fel tudunk dolgozni, azok igazából teljes mértékben előttünk hevernek. Illetve ha én látok egy jó iskolai példát, akkor ezt le tudom fordítani akár óvodai változatra is, tehát nem kell megijednünk, nagyon jó dolog átlátni a különböző intézményeknek a munkáját, és erre buzdítok is mindenkit, hogy a továbbiakban is használja ki ezt a jó lehetőséget, hogy így a webinárium keretében gyakorlatias jelleggel tud ismeretekhez jutni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és végezetül még az elérhetőségemet kiírtam, hogy bárkinek lenne még így a webináriumot követően kérdése, akkor én nagyon szívesen válaszolok és segítek.